Üdvözlöm a Horgászat Határok Nélkül című műsor nézőit. Ez alkalommal Szekhalomról, a Mikolik horgásztóról jelentkezem. Pontyot szeretnék fogni, mégpedig nagyon egyszerű indoka van ennek a dolognak. Ebben az évben nagyon kevés olyan horgászverseny volt, ahol kiélhettem volna a pontyfogási vágyaimat, és néha nekem is szükségem van arra, hogy egy kicsit kikapcsolódjak a versenyek és a munka mellett. Úgyhogy a Mikolik Zoli barátom meghívására vagyunk most itt. Szeretnénk minél több pontyot fogni, szeretném magam minél jobban érezni. Nyári kánikula van, úgyhogy úgy gondolom, hogy nekem ez a horgászat nagyon jól fog esni. Rakósbottal fogok most horgászni, hiszen a pontyfogása a meccsbot mellett, amit már oly sokszor bemutattam önöknek a tévében, rakósbottal igazán élvezetes, a lehető legpontosabb. És ehhez, hogy ne kelljen túl sok macerával készülnöm, eleget kavarok etetőanyagot, rostálok a versenyeken, úgyhogy most csak egyszerűen pelletekkel, magvakkal, csúzlival, esetleg egy csészével készültem. Nem szeretném túl bonyolítani ezt az egészet, én is most kikapcsolódni jöttem, de közben szeretnék önöknek olyan dolgokat mutatni, akár a pelletes, akár a magvas horgászatban, amit esetleg önök is tudnak egy hasonló vizen, vagy akár egy jól telepített holtágon alkalmazni. A mai napon egy csomó újdonságot kell nekem is kipróbálnom, és szeretném is ezeket kipróbálni, és szeretném önöknek is ezeket megmutatni. Először is van egy új rakósbot, ami talán jövőre piacra is fog kerülni, egy Carp Match nevezetű, nagyon erős, de mégis nagyon kezelhető rakósbot. Ennek a topsetnek a végébe egy erős csőgumit tettem, úgyhogy remélem, hogy ezzel minden rendben lesz a pontyok fárasztásánál. A szerelékem alapját egy Competition Leader, mégpedig 20-as zsinór fogja képezni. Ez azért ennyire vastag, mert általában ezeken a tavakon sok halat kell fogni, több darabot kell fogni, és a fárasztások során, ha sérülne is, azért a 20-as zsinór az lényegesen jobban bírja, mint egy vékonyabb. Erre kétféle szereléket fogok készíteni a mai napra. Az egyik egy kisebb, egy fél grammos úszó. Ezt azért tudom, hogy a tó mögöttem az körülbelül olyan másfél-két méterre mély. Ezzel egy érintős horgászatot szeretnék horgászni, vagy pedig akár vízköztit, hiszen ebben a kánikulai nagy melegben a pontyok azok erőszeretettel jönnek följebb a felső vízrétegekbe. A másik pedig, ez nagynak tűnhet, ez egy másfél grammos úszó. Ennek az az értelme, hogy egy letett csalis horgászatot szeretnék vele csinálni, és ezeken a vizeken, ahol nagy a halsűrűség, nagyon sok a testkapás. Ezzel egy kicsit ki lehet védeni azt, hogy nehezebben sodornak el egy másfél grammos úszót, mint egy fél grammos úszót. Úgyhogy ezért választottam ezt a két határértékű úszót. Az olmozáshoz az új Energotim sörétolom készletet fogom kipróbálni. Megmondom őszintén, hogy teljesen új, eddig még én sem találkoztam vele. Kíváncsi leszek, hogy hogy áll a zsinóra, meg fogom önöknek mutatni, hogy mennyire központos, vagy esetleg mennyire nem. És két csomag horgot hoztam magammal. Rengeteg új horog van az Excalibur családban, ennek ellenére nekem a kedvencem ez a sima, klasszikus Carp. Ez nagyon-nagyon jól bevált mindenféle pontyozó horgászathoz, akár meccshez, akár féderhez, akár rakósbothoz. Klasszikus alakja, úgyhogy ezzel nagyot hibázni nem lehet. 8-as és 6-os méretben hoztam. Nagynak tűnhet, de most tényleg én is szép pontyokat szeretnék fogni. Szeretném kizárni az apróbb halakat, úgyhogy kicsit több csalit szeretnék föltenni, akár csontiból, akár csemegéből is, akár kétszemet is. Úgyhogy a kisebbiket teszem az érintős horgászatra, a nagyobbat pedig a letett horgászathoz. Az úszóról annyit szeretnék elmondani, hogy ez egy belső zsinórvezetésű úszó. Az úszóteste egy kicsikes kis szilikoncsővel van ütköztetve, és akkor ez így levehető. Szeretném megmutatni önöknek, hogy hogyan is kell ezt felszerelni. Több horgásznál láttam, még versenyhorgásznál is, hogy ezt hibásan szerelik fel. Nagyon egyszerű a folyamat. Fel kell húzni a szétszedem. És akkor is sokkal egyszerű. Felhúzzuk az úszó testét a zsinóra. Ha ez megvan, akkor beledugjuk vissza a karbonszárat az antennával, így.
és akkor a felhúzott úszó alá, amit gyárilag rátesznek pici szilikoncsövet, ezt a damil nélkül vissza kell húzni a karbonszára. Ennek a kicsi szilikoncsőnek annyi szerepe van, hogy megütköztesse az úszónak a testét. Ha ez megvan, akkor három darab megfelelő méretű szilikoncsövet levágunk. Én mindig úgy szoktam, hogy egy közepes méretű, az a legfelső. Egy pici, ez lesz a középső. Így. És egy hosszabb, ez az alsó. És ezek, hogyha felhúztam, akkor felteszem az úszó szárára. És sokan tévedésből azt a szilikont is átfűzik a damilon, és azt nem szükséges, az csak azért kell, hogy az úszó testét stabilizálja. Az elsőt ide húzom alá, a másodikat középre, és a harmadikat pedig alulra. És én mindig úgy szoktam a pontyozásnál, hogy egy nagyon picit lelóg az úszónak az alján. Ez pontosan elég ahhoz, ha ide húznám, akkor sokkal hamarabb gubancolódhat, tekeredhet. Ha lejjebb van, ennek egy nagyon pici gubancgátló szerepe is van. Felkötöttem a horgot, beakasztottam a topsetnek a végébe. Most az a feladatom, hogy a felhelyezett olmokat a megfelelő elosztásban elhelyezzem. Mivel ez egy érintős horgászat, és azt szeretném, hogy a csali lágyabban hújjon le a fenékre, ezért mindenféleképpen egy kicsit széjjelebb húzott olmozást fogok használni. A jelző olmot én általában egy ilyen arasznyira szoktam hagyni, ez egy 22 centi, egy picit hosszabbat, ez egy klasszikus 25 centis előke így. A többi olmot, azt viszont nem variálom, nem láncolmozok, hiszen itt azért a halak bátran esznek. Az 5 darabból 4-et egybe húztam, egyet pedig egy picit lejjebb húzok. Nálam ennyire egyszerű egy olmozás. Elkészítettem a szerelékeket, úgyhogy nem maradt más hátra, mint hogy etessünk. Hogyha gyorsan főzünk valamit a halaknak, valami finomat. Vannak ilyen jó kis epres csemege kukoricáim. Van egy Zsolti barátom féle jó kis turbó aroma, mégpedig pontyos. Van búzám, van epres kukoricám. Van egy teljesen új termék az Energofish palettán, egy tigrismogyoró alapú pelletem. És van fincsi kendermag, ezt nagyon-nagyon szeretik a pontyok. Annak ellenére, hogy egy ilyen pici mag, nem kell tőle félni, a pontyok nagyon szeretik. Na most mivel, hogy csészét is és csúzlit is szeretnék használni, hiszen a Energofish által forgalmazott Drenan cég kihozott két nagyon klassz ilyen szemes csontis, szemes csúzlit. Ezeket szeretném is kipróbálni. Úgyhogy csak annyit keverek össze ebbe a tálba, amit az alapozáshoz szánok, és utána tálkákba külön-külön fogom öntögetni a megmaradó dolgokat. Hát elsőre egy böhönccel találkoztam össze. Megpróbálom megmutatni, hogy hol járunk a gumival. Úgy gondolom, hogy ez egy... Na,
Tehát ezért jöttünk, ezt élvezni. És ezt bármennyire is imádom mondjuk a sebeskköröst, ott nagyon ritkán lehet élvezni. Most szándékosan a botra is kíváncsi vagyok, mit csinál, felszerelésre is kíváncsi vagyok, úgyhogy versenyen ez már rég le lenne rövidítve. De most már le is kell, mert nagyon jön a part szélébe. Úgyhogy ez most amellett, hogy szeretnék egy csomó mindent megmutatni önöknek és kipróbálni ezt, ez a nap most a horgászati. Arra ügyeljünk, hogy a partmerti bokrokat azért próbáljuk meg elkerülni. És gyönyörűen megy is vissza. Hát ez elment. Ez a halunk leakadt, de ha a kamera szerintem rá tud erre közelíteni, akkor látszik, hogy a csontkukacoknak túl sok baja nincs. Feltételezhetően egy jó hal volt, de szerintem egy külső akadás. Úgyhogy gyerünk vissza, aztán fogjuk meg. Szórakozásból betettem oda a másik topszetet. Vízből, egy kicsit szórakozásból betettem ide a bokor tövére, és kíváncsiság is volt azért benne, hogy ebben a nagy melegben, itt a bokor tövén, az árnyékban lakik a hal. És hihetetlen, hogy körülbelül 15 perce volt itt a bokor tövébe. Egyetlen egy marék búzát etettem ide. Tehát körülbelül egy 10-15 perce volt itt a bokor árnyékban a felszerelésem, és vár is egy gyönyörű szép ponty jelentkezett rajta. Most ez már csak akkor lenne izgalmasabb, hogyha a rakósbotot is elhúznál közben egy hal. Mint mondtam, most ma egy kicsit a szórakozásé is. Úgyhogy... Úgyhogy ez így kifejezetten izgalmas volt. Tanulságos is a dolog, hiszen sokszor bedobálva nagyon messze keressük a halat a parttól. Ennek ellenére a halak azért, azt azért szeretném megmutatni, hogy az Excalibur halak mennyire gyönyörűen beakadt a halnak. Tehát tanulságos is ez a dolog, hiszen sokszor bedobálunk nagyon messze, holott néha lábunk előtt itt a parti akadóknál vannak a pontyok. Engedem is vissza, mert nagyon-nagyon meleg van. Most ez így azért bonyolult, hogy két felszerelés is van a kezem ügyében. Adios. Újra a kinti topszetten a bokor alól. Egy olyan kapás volt, hogy már csak azt vettem észre, hogy majdnem elvitte a topszetet. Hár egy csomó gumi ki volt nyúlva. Hihetetlen. Közben azért fárasztás közben folyamatosan figyelemmel kell kísérnem a rakósbotos úszómat is. Ismét egy gyönyörű szép akadás. Engedjük ezt is szabadon azonnal. Már most közel 36-37 fok van. Úgyhogy jobb nekik ott azonnal a vízbe vissza. Elég stressz ez ebbe a melegbe így is, hogy megfogjuk őket. De így biztos, hogy nem lesz bajuk. Viszont ha már ez a nap így alakul, hogy ilyen két bottal horgászom, ami hát nem is tudom mikor fordult elő utoljára, hozok hozzá egy negyedik tagot, hogy könnyebb legyen a fárasztás a következőnél. Újra felcsalizom a második horgászbotomat a két szem csemegével. Beteszem ugyanide a bokor tövére.
Közben azért menet közben néha dobtam egy-két szempeletet és búzakeverékét. Túletetni nem szeretném itt őket, mert ők inkább azért vannak itt, mert itt hűsölnek, és nem azért, mert táplálkoznak. Hopp, bent is kapásom volt. Na, most lesz izgalmas, hogy hát ha kicsit is elhúzza. Két szem csemegére jött ez is, az epresre. Az egyelőre még nagyon sok mindent nem is tudok vele csinálni. Nem akarom túlságosan erőltetni sem őket. Kihetetlen kondiba vannak. És ilyenkor húzunk egyet rajta finoman, és már meg is van. Rettenetesen nagy a kánikulla, és úgy gondolom, hogy ha ezt most megfogom, akkor ez az utolsó. Hú, ez jól elszaladt. Minden mélységben és mindkét felszereléssel fogtam a pontyokat. Kifejezetten élvezetes volt, amikor a kis bottal itt tőlem 3 méterre a bokortövéről akaszgattam a pontyokat. És azért bent szépen, ütemesen jöttek a gyönyörű szép pontyok. Ez a búcsúhal, ez fenékre letett 5 szem csontira jött. Erőteljesen húz és próbálnám finoman fárasztani, hiszen eddig nem fogtam külsős halat, de még azt is el tudom képzelni, hogy ez kívülről van. Mert már többször láttam a pontyot, de ez nem az a méret, ami indokolná ezt a attrakciót, amit előad a ponty. És közben gyönyörűen ugrálnak a többiek. Nézik a műsort. És azért rá nézek, a kisbotom még mindig itt van a bokor alatt, hogy elvigye egy ponty.
nem tudom a patkára felhozni, egyszerűen nem akar. Nem akar följönni. Na most már. És meg is van. Egy gyönyörű szép nagy tükörpontja. Ezt a halat visszaengedem a vízbe, és úgy gondolom, hogy megyek utána, megyek a strandra. Én is. Nagyon-nagyon jó horgászat volt, de meleg volt, úgyhogy ránk is ránk fér egy kis felfrissülés. Úgyhogy szeretnék önöktől elköszönni. Köszönöm, hogy velem voltak ezen a horgászaton. Szép napot, viszlát!